Hello mindenkinek! A mai videóban szeretném nektek megmutatni néhány kapott terméket, valamint néhány vásárolt terméket. És ebben a videóban nem csak smink termékeket, hanem bőrápolási termékeket is szeretnék megmutatni. Kezdeném akkor először a sminkkel, méghozzá az első paletta, amit szeretnék nektek megmutatni. Egyébként úgy van, hogy ebben a bársony lila tartóban volt, de nem szeretem mindig kivenni, valamint ez tök jól néz ki ékszertartónak, úgyhogy ezt most már egyébként arra tartom. Tehát Urban Decay paletta, tudjátok, hogy imádom az Urban Decay palettákat, ezt kaptam a kolléganőmtől, plusz ezt a picit is, de mindjárt mutatom, mind a kettő Urban Decay, plusz lesz még egy harmadik is. Az Urban Decay-nek, ugye tudjátok, hogy nekem majdnem mindegyik Naked palettája megvan, és mostanában elkezdtem volna keresgélni, mert hallottam, hogy a Vice paletták, amiből van kb. 4, ha nem több, nagyon jó színesek, színes szemhéjfestékek vannak benne, és tudjátok, hogy amióta elkezdtem sminkelni, imádom az Urban Decay szemhéjfestékeket, nagyon pigmentált, nagyon tartós, gyönyörűek, egyszerűen imádom az Urban Decay szemhéjfestékeket. Már nagyon régóta szerettem volna az élénkebb színű szemhéjfesték palettáit is megvenni, viszont, amikor beszéltem bent a kolléganőimmel, vagy a régi főnökömmel, mondta, hogy ő ugye dolgozott egyébként az Urban Decay-nek, és mondta, hogy Sandra, nem akarlak elszomorítani, de az Urban Decay már nem csinálja a Vice palettákat, ez limitált volt, és 4 éve volt. Mondom, jó. De ugye még akkor Magyarországon éltem, és Magyarországon nem is lehet szinte beszerezni őket. Így is, amit a Naked palettákat vettem még otthon, az első kettőt, azt például így is internetről rendeltem. Egyébként megadom nektek itt a videó alatt azt a honlapot, egy magyar lány vezeti innen kintről Londonból, vagyis Angliából, nem Londonból, és nagyon megbízható az az oldal, ahol árulja nem csak az Urban Decay, de más termékeket is. Úgyhogy ez az első paletta, amit mutatni fogok nektek, ezt a főnököm adta, mert mondta, hogy figyelj Sandra, azon kívül, hogy egy szín kitört belőle, én szívesen odaadom, mert egyébként majdnem, hogy tele van a paletta, úgyhogy nyugodtan használd a videóidhoz, mert egyébként főleg nektek kértem. Ez Beauty with an Edge, tehát az a neve ennek a palettának. Tök jó, mert most már engem is láttok. tehát ez a neve a palettának. És, ja, egyébként nem tesztel állatokon az Urban Decay, mert hogy itt van rajta a nyuszi, de most mindegy. Hát ezt a palettát adta ide nekem a főnököm. Nagyon sok színes sminkkel készülök nektek, sokat fogok most csinálni, úgyis itt a nyár meg a tavasz. Úgyhogy ebben van néhány még mindig a természetes oldalon maradó szemhéjfesték, tehát a bronzosabb, arany árnyalatok. De azért vannak benne élénkebbek, valamint tetszik, hogy ebben ilyen, nem lila, de ilyen lilásszerű szín is található. Nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera, de nagyon-nagyon tetszik ez a szín. Néhányat mutatok nektek. Megpróbálom felvinni inkább ide a kezembe, és akkor úgy mutatom. De most így csak ezeket mutatom meg hirtelen. Ilyen színek vannak benne. De még ez is nagyon tetszik, felviszem mellé. Mert ez is olyan aranyszín, hogy nem hasonlít például a Naked palettából levő aranyszínre. Gyönyörű, nagyon-nagyon szép. De most már szerintem szépen látjátok is a kamerában, amúgy még itt van. Akkor meg tudjátok nézni az ujjaimról is. Nagyon jól néznek ki ezek a színek. A következő palettának nem tudom, hogy mi a neve egyébként, mert nem igazán látom írva még itt a hátulján sem, csak kifejti, hogy ugye nem tesztelnek állatokon, amit tudunk egyébként is. Szóval ebben a palettában
extra csillogó szemhéjfestékek is találhatóak. Nem tudom, látjátok-e, közelebb hozom, de szerintem most már jól látszik, hogy mennyire szinte csillámpordarabok vannak néhány szemhéjfestékbe a palettából. Van benne egy zöldesebb szín, rózsaszínes, kékes, sötét lila, aranyszín, hozzáteszem, ezt tudjátok, benne van a Naked palettában is. Úgyhogy ebben is van néhány nagyon szép szín az Urban Decay-től. Ehhez mondom, ez csak egy ilyen kis pici paletta. Aztán a következő paletta az a Vice kollekciónak a 4-es palettája. Ebben a palettában pedig, mutatom így, hogy jobban tudjátok megnézni, egyébként a mai sminkemhez ebből a palettából használtam színeket. Ebben narancssárgától kezdve zöldig nagyon jó kis zöld van benne, de mindjárt megpróbálok megmutatni nektek szintén ebből a palettából néhány színt. Lilás, rózsaszínes, korallos. Jó, akkor elkezdem megmutatni őket. Úgyhogy a rózsaszínes árnyalatoktól kezdve a lilásokig. Nagyon sok fajta van. Ez a narancssárgás van amúgy most a szemhéjamon. Úgyhogy ebben a palettában pedig ilyen színek vannak. Nagyon régóta szerettem volna venni eredeti Beauty Blender szivacsot, viszont még itt is nehéz beszerezni. És nem akartam online rendelni. És láttam egy, már kidobtam a dobozát, de egyébként olyat vettem, ami összecsomagolva volt több fajta, tehát nem egyesével vettem, mert akartam pici darabot, tehát pici kiszerelést is, nem csak a normális kiszerelést. És mivel ilyen kitben vettem, kaptam még hozzá ilyen szivacsmosó szappant is, tehát ezzel sokkal könnyebb tisztán tartani ezeket a szivacsokat. Most bocsi, hogy már koszos, de annyira tetszett, azzal kezdtem, hogy kipróbáltam, sokkal puhább. Tehát lehet, hogy már ki is dobtam, nem, még egyet meghagytam. Ez a DMS, ugye, amit eddig használtam, nézzétek meg, sokkal keményebb. Hozzáteszem, ez is szépen eldolgozta a sminkem, de ez nagyon puha. Tehát nekem először fura volt, hogy ennyire puha különben. És akkor van még egy ilyen közepes méretű, meg van egy ilyen nagyon pici szivacs. Egyébként ezt jobban szeretem a szemem alatt, ez egy picit nekem túl kicsi. De mivel most ezt ki kellett mosnom, ezért ezt használtam. Nagyon jól el lehet vele dolgozni a sminket. És nem fáj, hogy nyomom bele a szemem. Nagyon-nagyon tetszik most nekem ez a szivacs. Örülök, hogy megvettem. És emlékszem, mondtátok nekem már régebben különben, hogy higgyem el, hogy van különbség az eredeti Beauty Blender szivacs és ezek között, és ne mondjam, hogy ugyanolyan. Egyetértek, nem ugyanolyan, de hozzáteszem, a DMS-sel is ugyanúgy szép sminkeket csináltam. De az tény, hogy ezzel sokkal kellemesebb, és egyébként sokkal könnyebb tisztán tartani. Sokkal hamarabb kimosom őket. Régebbivel több időm ment el, és ezt még ugye nem használtam, és úgy mostam most ezt a kicsit. És akkor most rátérnék egy olyan márkára, ami bőrápolás, amit már szerintem nagyon-nagyon sokan láttatok sok mindenkitől, az Ordinary-re térnék rá. Ez egy kanadai márka, viszont a korai bőrápoló társadalom, hogy mondjam így, nagyon szereti ezeket a bőrápolási termékeket. Miért? Azért, mert szinte klinikai, oké, nem akarok hülyeséget mondani, tehát szinte olyan bőrváltozásokat tudsz véghez vinni ezekkel a termékekkel,
amit legtöbbször csak úgy tudsz, hogyha orvoshoz mész és felír neked receptre termékeket. Na már most az Ordinary, az attól függetlenül, hogy ugye ez is nem tesztel állatokon, vega, organikus, tehát csak is tiszta összetevőkből készíti a termékeit. Amiket én most hirtelen megvettem, de nem fogom abba hagyni, egyrészt hihetetlen olcsó, tudjátok, hogy egyébként is a korai bőrápolós termékek olcsók, de ezek nagyon, tehát valami 4-5-9 font között fizetem ezt a teljes üveget, ami 30 milli, azt hiszem, ugye? Így van, 30 milli. Emlékeztek rá, mert mutattam nektek, hogy a reggeli rutinomban használtam az 5%-os Claire's-től a vitamin, C-vitamin szérumot. Most azt lecseréltem erre az Ascorbyl Glucoside Solution-ra, ami 12%-os. Egyébként az Ascorbyl az vitamin C. Tehát most erre cseréltem le a reggeli rutinomat. Akkor kitérek arra, hogy az esti rutinom az most megváltozott, úgyhogy készítek nektek erről egy videót. Amúgy még egyáltalán nem készítettem nektek. Az esti rutin volt az a rutin, amit a legnehezebb volt összeállítanom. És már több mint fél éve használok kórai termékeket, és megtaláltam, hogy mi az, amit szeret a bőröm, mi az, amit el is fogad, és mi az, ami hasznos is a bőröm számára. Na már most az Ordinary-től, a 2%-os retinol, vagy retinoid, bocsánat, mert ez ugye nem retinol, ezt használom minden második éjszaka, vagy minden második este, ezt viszem fel, egyből tonik vagy eszencia után, mert ezeket egyébként is úgy van, hogy csak tonik vagy eszenz után vigyétek fel. Aztán a második este, tehát minden második este ezt használom, és akkor úgy mondom, hogy minden első este pedig hámlasztok. Méghozzá a Salicylic Acid 2%-os solutionját használom, ami BHA, aki eleve tud bármit is bőrápolásról, vagy hámlasztásról, az tudja, hogy milyen kémiai hámlasztók vannak, az AHA és a BHA, AHA-BHA hámlasztók, és ezek a hámlasztók nagyon-nagyon jók, pattanásos, miteszeres bőrűek számára. Na most ezt azért is rendeltem meg, mert úgy olvastam, hogy ez nem csak a bőr felületét hámlasztja, hanem a pórusok falát is hámlasztja. Úgyhogy nagyon felkaptam rá a fejem, valamint majd most meg fogom venni, az még itt nincs, de akkor telefonból felolvasom nektek, hogy melyik lesz most a következő, amit megveszek, de mondom, lesz videó majd. A Hyaluronic Acid 2%-ot B5-ös vitaminnal. Azt fogom majd most megvenni, ugyanis azt mondták, hogy az nagyon jó vízhiányos bőrre. Tehát aki olajos bőrű, viszont vízhiányos, annak nagyon szépen beállítja rendesen a hidratált szintjét a bőrnek, úgyhogy nagyon jó olajos bőrűeknek. Ez a kettő már beállt nekem, hogy egyik este retinoid, másik este hámlasztás, és nagyon-nagyon jó. Viszont mivel a hámlasztás, nagyon nem akarok kitérni, mert egyébként termékbemutatós videó, bocsánat, ezt akkor még gyorsan elmondom. Nagyon erőteljes dolog a bőrnek, most nem jut eszembe helyes szó erre, ezért utána leginkább nyugtató termékeket viszek fel, vagy nyugtató bőrápolást, méghozzá mézet, meg utána csiganyálat, aloe verát, tehát ezeket viszem fel, amikor hámlasztok. De mondom, fogok róla akkor csinálni videót, és akkor nem megyek most bele annyira részletekbe. De az Ordinary, mint márkát azért akartam nektek megmutatni, egyébként ide a videó alá kiteszem nektek a Krémmánián, nagyon sok ember már kipróbálta és leírja a tapasztalatait. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy ezek nagyon jó áru termékek, és csak ajánlani tudom, főleg problémás bőrűeknek.
Nagyon elszaladtam ebben a videóban, de remélem, hogy tetszettek nektek az új termékek, amiket megmutattam, és remélem, hogy ti is várni fogjátok a jövőben elkövetkezendő videókat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, kövessetek Facebookon és Instagramon is, és iratkozzatok fel ugye ide a YouTube csatornámra. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!